Szigetszentmiklós városában is évtizedes hagyománya az, hogy az aradi vértanúk emléknapján október 6-án megemlékezünk nem csak a 13 kivégzett aradi vértanúról, vagy Batthyány Lajos miniszterelnökről, hanem gyakorlatilag az egész vérbe folytott 1848-49-es szabadságharcról. Minden évben itt ennél a kopjafánál emlékezünk meg, amelyet a Kárpátok-Erdély baráti kör kezdeményezésére állítottak föl évtizedekkel ezelőtt. A mai műsor keretében Nagy János polgármester úr, Szigetszentmiklós város polgármestere fog majd egy köszöntőt mondani, illetve hallhatunk szintén egy köszöntőt Veres Kálmántól, Vitéz Veres Kálmántól, aki a Vitézi Rend székkapitánya. A műsort ebben az évben nagyon nagy örömünkre a József Attila Általános Iskola felső tagozatos diákjai fogják majd bemutatni, illetve biztosítani, és bízunk benne, hogy itt a vendégek között, a nézők, hallgatók, résztvevők között idén is sok-sok gyereket köszönhetünk, üdvözölhetünk, hiszen kifejezetten cél ennek az ünnepségnek a keretében is, hogy minden szigetszentmiklósi általános és középiskolából legalább egy-egy osztály képviselje az intézményt, vegyen részt ezen az ünnepségen, annak érdekében, hogy az aradi vértanúk emléke az tovább élhessen az újabb és újabb nemzedékek körében. Tisztelt szigetszentmiklósiak, tisztelt megjelentek! Ma arra a 13 aradi vértanúra emlékezünk, akik életüket adták a szabadságért, a hazáért, az igazságért. Akiknek bűnük az volt, hogy becsületükhöz hűek maradtak, akiknek esküjük előrébb való volt, mint az életük. Ma szomorúan tapasztalom, hogy vannak olyan politikusok, akik nem az igazságért, hanem annak elferdítéséért dolgoznak. Nem a hazáért, nem a városért, és nem az embertársaikért küzdenek, hanem önmagukért, pénzért és hatalomért, bármi áron. Nekik üzenem, hogy vegyenek példát a vértanúkról, tanuljanak tőlük becsületet, tisztességet és bátorságot. Legyenek hűek ők is az esküjükhöz. Magyar egy rendkívül szabadságszerető nép. Ismert történelmünk bővelkedik olyan harcokban, amikor a magyarok fegyvert fogtak a zsarnokság ellen és a szabadság mellett. Mondhatjuk, hogy minden nép szabadságszerető, és megvívta érte a maga harcát. De alig akad olyan nép, mint a magyar, mert a magyar nemzet rendre világhatalmakkal került szembe. A magyar állam szinte még meg sem alakult, már törtek az akkori európai hatalmasságok közül a legnagyobbak, és a pozsonyi csatában élet-halál harcát vívta nemzetünk. Történelmi mércével alig telt el idő, amikor szeretett hazánk már a világhódító mongolkán hadaival harcolt. Azt mondják, Isten azokat teszi próbára, akiket szeret, s minket, magyarokat nagyon szeret. Mert alig telt el 300 év, és a magyar nép akkor is a kor legnagyobb hatalmával találta magát szembe, Magyarország 150 évig védte testével Európát a hódító oszmán törökökkel szemben. Majd amikor e sokat szenvedett nemzet azt gondolta volna, hogy a török idők után sorra jobbra fordul, következett a Habsburg elnyomás. A Habsburgok bizonyára nem ismerték a magyar népet és annak történelmét, mert ha ismerték volna, akkor bizonyára nem próbálták volna a magyarokat a török időktől is nehezebb helyzetbe kényszeríteni. Nem is kellett sokáni várniuk a Habsburg elnyomóknak, mert II. Rákóczi Ferenc fejedelem kibontotta a szabadság zászlóját, és a magyar küzdött, mintha ez lett volna a megért sorsa. És a szabadság hazbukása sem törte meg a magyarok lelkét. Minden igaz magyar szívben hordozta a hazaszeretet lángját és a függetlenség utáni oldhatatlan szomját. A Habsburg császár mit sem tanult a múlt véres küzdelméiből, és a magyarokat továbbra is súlyos elnyomás alatt tartották. Ez ellen, az önkényuralom ellen fogott fegyvert sokadszorra 1848 márciusában a magyarok szabadságszerető népe. Magyarország a korszak legerősebb európai birodalmával küzdött,
s mintha az Úr harcra teremtette volna a magyar, a sorra aratta győzelmeit. A magyar nép méltó lett régi híréhez. Európában sorra elbuktak a szabadságért vívott forradalmak és szabadságharcok. De a magyar nemzet már több mint egy éve hadban állt, és nem csak hadban állt, hanem győzelemre is, mert sok véres ütközetben kiűzte az országból a Habsburg császár seregeit. Magyarország a középkor óta újra független lett, a Habsburg ház trónfosztása után. Ám a hatalomért, bármire képes, Ferenc József császár segítséget kért és kapott az orosz cártól. A 200 ezer fős cári sereg és a sorait rendező császári sereg támadása már túl sok volt e dicső nemzetnek. Világosnál ott álltunk harcra készen a magyar huszárok és honvédek. Velük szemben többször túlerővel a Habsburg császár és az orosz cár seregei. Kossuth leborotválta arcőrzetét, női ruhában, hón alatt a kincstárral Törökországba menekült. Hatalmát átadta Görgei tábornoknak, a magyar sereg fővezérének. Görgei Artúr tábornok volt, bátor katona, aki nem szívlelte az értelmetlen vérrontást. Azt tette, amit tehetett. Letette a fegyvert, így kímélve sok tízezer magyar életet. A magyar sereg éreztetve, hogy nem a császár győzedelmeskedett, a cári sereg előtt tette le a fegyverét. Ezt látva a Habsburg császár és annak tábornokainak haragja nem ismert kegyelmet és véres bosszút állt. Hajnau, a császár tábornoka, naponta sokak halálos ítéletét írta alá, még másokat sok éves várfogságra ítélt. Amikor a császári önkény bosszújáról emlékezünk meg, akkor nem csak a hős 13 tábornokra gondolunk. Emlékezzünk azokra a tisztekre és honvédekre is, akiket tizedelés által végeztek ki. De hiába volt minden császári ítélet és kivégzés. A magyarok hazaszeretetének lángját senki és semmi sem oldhatja ki. Mi, ma élő magyarok tartozunk annyival az Aradon kivégzett magyar hősöknek, hogy soha semmilyen körülmények között nem mondunk le a magyar szabadságról, és ha kell, azt meg is védelmezzük. 1848 a vérrel írott évszám, mikor a magyar nép fellázadt a sok évszázados osztrák elnyomás ellen. Kossuth és Petőfi harcba hívta a nemzetet. Bátran, egyenvérként indultak a csatába a nemesek, a városok polgárai és a falvak népe. Mind készek voltak életüket áldozni a szabadságért. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Választatok! A magyarok istenére! Esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Thank you.
magyar katonák tízezrei harcoltak és haltak meg a harctéren. Megmutatták a hazaszeretet és a szabadság vágy erejét az egész világnak. Az óriási túlerővel szemben az elcsigázott magyar sereg kénytelen volt feladni a harcot. A félelem, a bújdosás, a kegyetlen megtorlás és a gyász ideje jött el. A császár véreskező hóhéra, Hajnaú, a honvédsereget vezető tisztekkel kezdte a vérontást, hogy eltántorítsa a további lázadástól a magyar népet. Elsőként Ormai Norbert, honvédezredest ítéltek kötél általi halálra 1849. augusztus 22-én Aradon. Szívemből érzem és egész lelkemből értem szülői hazám hívó szavát, és érette utolsó csepp véremet fel fogom áldozni. Ez a 36 éves fiatal tiszt volt az első aradi vértanúk. Őt követte a halálba a honvédsereg további 13 tisztje. Hullik a fáról sárga levél, vele játszik a szellő, fújja a szél. Réten és erdőn senki se jár, olyan elhagyott, és e bánatos hantókon új virág kél. Az ítélet a következő. Mindezek a vádlott urak elismerték, hogy a magyar forradalmi hadsereg soraiban szolgáltak főtisztként. Támogatták Magyarország elszakadását az osztrák császárságtól. Ezzel megszegték a császárnak tett esküjüket. Felségsértés büntette miatt a vádlott urak, a tiszti rangjuk és minden vagyonuk elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendők. Schweidel, Dezsőfi és Lázár vádlottak, rangjuk és minden vagyonuk elvesztése mellett golyó általi halállal büntetendők. A vádlottakat szólítom. Vécsei Károly! Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Török Ignác! Nem sokára Isten legmagasabb trón elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Schweidel József! A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom. A világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Böltenberg Ernő. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Nagy Sándor József. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré jó katonává tett. Leiningen, Wasserburg, Károly. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Lázár Vilmos. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és a bitófák tövében kell forradalmára érnie a magyar lelkeknek. Lánár György! Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Knézics Károly! Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Kisárdnő! Istenem, az újkori fiúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsó szentjei, virrasztottok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusra legyen a szívük és hazája az életük. Dezsőfi Arisztid! Tegnap hősökkel lettek, ma mártírók. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Damjanics János! Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Aulik Lajos! Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. A fennnevezett vádlottakra kimondott halálbüntetés 1849. október 6-án reggel 6 órakor lett végrehajtva. Hol síréink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Süt az őszi napsugára, az aradi vár börtönének ablakára. Szányazt a 13 magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Szányazt a 13 magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész.
Aradi vár, Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője, mindannyian együtt lesznek fenn az égben, vértanuk ők árva hazánk szent ügyében, mindannyian együtt lesznek fenn. Hajtsunk fejet a hősök előtt, és helyezzük el az emlékezés virágait, a koszorúzás következik. A koszorúzáson közreműködik a Vitéz Mikecz Kálmán Huszár és Honvéd Bandérium. Szigetszentmiklós város önkormányzata nevében koszorút helyez el Nagy János polgármester úr és Jaksaladányi Emma alpolgármester asszony. A bolgár, a roma, a román és a német nemzetiségi önkormányzatok nevében koszorúzik Boda Anikó. Fidesz Magyar Polgári Szövetség részéről koszorút helyez el dr. Váncsa Botond és Tóth Pál. Kereszténydemokrata Néppárt szigetszentmiklósi szervezete képviseletében Dvorák Marianna koszorúzik. Mi Hazánk Mozgalom képviseletében Botló Kornél emlékezik. A 13 aradi vértanúra emlékezve virágot helyeznek el a kopjafánál a következő intézmények és szervezetek folyamatosan egymás után vonulva. A város bölcsődei és óvodái képviseletében a Vackor Integrált Bölcsöde képviselői, a Mocorgó és Napraforgó óvoda képviselői, valamint a Hajnalcsillag Református óvoda képviselői. Virágot helyeznek el városunk oktatás intézményei nevében a Bíró Lajos Általános Iskola pedagógusai és diákjai.
szám.